A beázott mennyezet még most sem száradt meg kis hódoson. A június végi jégeső okozta károkat még mindig nem sikerült helyreállítani. Az ingatlanok felújításában itt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat segített, de a lakók további adományokban bíznak. Faluban többen is mondják, hogy nekik is kéne segítség. Hát, ha az emberek megmozdulnak és segítenek. Bízunk benne. Mert itt még aki itt módos ember nincs, itt mindenki szegény, még a nyugdíjas is. Ezt a szobát is az önkéntesek festették ki. Jelenleg öten élnek itt, közmunkásként dolgoznak, így önerőből nem sikerült volna a felújítás és biztosításuk sincs. Bár örülnek a segítségnek, még sok lenne a feladat az ingatlan helyreállításánál. Az én kislányom beteges. Az én kislányom szobáját segítettek, levakarták a falat, légzőbakolatot tettek, kimeszelték, de nem mondhatnám, mert ezzel még egy része oldódott meg. Kishúdos lakói más településekről is kaptak cserepeket a tetők felújítására. Ezeknél a munkálatoknál is segítettek a szeretetszolgálat önkéntesei. Ennél az ingatlannál tető és kéménycsere volt, valamint az elektromos hálózatot is helyreállították. A villamoskábel az azért fontos, mivel mezőgazdasági tevékenységet folytatunk, így nem működnek a szivattyúk, két gyereket nevelek, közmunkából élek, és a közmunka kevés ahhoz, hogy két gyereket fel tudjak nevelni. Ebből kifolyólag közmunka mellett uborka termeléssel foglalkozunk, és ehhez muszáj szivattyúknak menni. Magyarán megmondva, ha nem lett volna a kábel kicserélve, akkor jövőre szerintem le is húzhattuk volna a redőnyt. Kishódoson és Nagyhódoson összesen 13 ingatlant sikerült lakhatóvá tenni a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak, így 19 családnak nyújtottak segítséget. Közel 1,5 millió forint adományt gyűjtöttek, de bútorokkal és önkéntes építőipari szakmunkásokkal is támogatták a jégkárosultakat. Az első feladat a helyszínen a felmérés. Végigjártuk a falut, minden egyes családdal beszéltünk, és megnéztük azt, hogy kinek milyen a helyzete, kinek mire van szüksége. Elkezdtünk egy pénzgyűjtést és tárgyi adománygyűjtést is, hiszen nagyon sok helyen van olyan lehetőség, hogy új tetőt építenek, és akkor a használt cserepeket félre lehet tenni. Úgyhogy ezen a két úton indult meg a segítség. Hoztunk a környékbe használt cserepet, valamennyi palát is tudtunk adni, ezt megkapták az emberek, és utána pedig személyre szabottan dolgoztuk ki azt, hogy ki milyen jellegű támogatást kap. Nincs áram, ezért a hűtő is üres. Farkas Sándorék öten élnek ilyen körülmények között Kishódoson. Biztosításuk nekik sincs, így adományra várnak. Önerőből ugyanis nem tudják lakhatóvá tenni az épületet. Nagyon szegényesen élünk. Igaz, hogy közmunkán dolgozok egyedül, családi pótlékból élünk. Ha nem dolgozok a hivatalnál, akkor csak 22 000 forintot kapok, és ebből nem nagyon lehet megélni itt Kishódoson. Ebben a kis pici faluban nincs lehetőség ahhoz, hogy elmenjünk máshova dolgozni. A település lakói bíznak benne, hogy további segítséget kapnak majd más szervezetektől is, és a felújítások még a hideg téli hónapok előtt befejeződnek.